Köszöntöm Önöket, jó napot kívánok! Alig, hogy elindult az EU-díj rendszer, kétszer is órákra leállt. Ezért hajnali 1-től 3-ig, illetve 7:30-tól 10 óráig a teherautók ingyen használhatták a fizetős szakaszokat. A fuvarozók már előre féltek a rendszer szerintük túl kapkodó bevezetésétől, most pedig azt kérik, hogy az érintetteknek ma ne kelljen útdíjat fizetniük, ha délelőtt 10-ig útnak indultak. Az első meghibásodásról az állami autópályakezelő ZRT azt közölte, hogy túlterheléses támadások érték az EU-díj informatikai rendszerét, a Hugót. A második leállásnál már nem hivatkoztak ilyesmire, csak a kormányrendeletre, amely meghibásodás esetén üzemszünet elrendelését írja elő. Az indulás utáni első üzemszünet éjjel 1-től 3-ig tartott, a második 7:30-tól 10 óráig. Ezekben az időszakokban a fizetésre kötelezett teherautók díjmentesen használhatták a teljes díjköteles úthálózatot. A rendszer meghibásodásának okait a kijelölt és jogosult állami szervek vizsgálják. Több fuvarozó szervezet korábban szerette volna elérni a díjfizetéses rendszer indításának elhalasztását arra hivatkozva, hogy arra nem volt kellő idő megfelelően felkészülni. A Fuvarozó Vállalkozók Országos Szövetsége a mostani tapasztalatok alapján azt kéri az autópályakezelőtől, hogy a 10 óra előtt indított autók után már 10 óra után se kelljen jegyet venni, mert ez komoly, többeknél megoldhatatlan szervezési és munkaidő problémát jelent.